Köszöntöm Önöket, ez itt a Metszet. Az Európai Parlament sokunknak távolinak tűnő megfoghatatlan dolog, amelynek képviselői egy fényes épületben székelnek valahol Brüsszelben. A választottak szabályos időközönként tájékoztatják az itthoniakat az európai törvényhozás eredményeiről. Képviselői irodáik révén pedig megpróbálnak napirenden lenni választóik problémáival. Ugyanakkor rendszeresen fogadnak látogató csoportokat Brüsszelben. Középiskolás diákok és egyetemisták tekinthetik meg, hogyan működik az Európai Parlament. Ezeknek a látogatásoknak nem titkolt célja, hogy személyesen megismerkedjenek az európai intézmények működésével, hiszen az ilyen jellegű élmények maradandóak és közelebb hozzák az Európai Uniót az emberekhez. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem első és másodéves médiaszakos hallgatói hétvégén értek haza Brüsszelből. A fiatalokat kollégáim is elkísérték, így első kézből tájékozódhattunk arról, mit jelentett számukra ez a látogatás. Bepillanthattunk Winkler Gyula egy napjába, és utána jártunk annak, kik azok a háttéremberek, akik az erdélyi magyar EP képviselők mellett dolgoznak. Rutinosan fogadja Winkler Gyula EP képviselő asszisztense a parlament épületébe látogató diákokat. Évente közel 100 diák, tanár, civil szervezetnél dolgozó aktivista látogatja meg a képviselő irodáját, vesz részt az általa szervezett programokon. A látogató program résztvevői betekintést nyerhettek az EP működésébe, megismerkedhettek a kaotikusnak tűnő épülettel, és beszélgethettek Winkler Gyulával. Az EP képviselő a szavazójog gyakorlásának a fontosságát hangsúlyozta a diákoknak tartott előadásában. De maga a választásnak az aktusa, az az aktus, amikor a hatalom, arra az egy percet idejele, az állampolgárok kezében van, kikezetekben van. Aki nem szavazott, persze itt ugye nincs, nem kérhetően senkinek a bulletinjét, hogy lássam, hogy rajta van-e a kis cetli, hogy szavazott ugye a kis bélyek, de aki nem gyakorolta ezt a jogát, az négy éven keresztül, elnézést, ne pofázzon. Tehát mert a választásnak mindig eredménye van. A választásnak akkor is van egy eredménye, hogy a 19%-ot a jelenlét, és akkor aki helyett nem, annak a jogát, aki nem megy el szavazni, az gyakorolja, aki szavaz. Milyen egyszerű. A mi erdélyi polgároknak a jogát, vagy nekünk az erdélyi magyaroknak a jogát, hogy szavazzunk, ha mi nem gyakoroljuk, akkor gyakorolja a többi régiónak a nagyon jól informált, vagy nagyon jól megvezetett közönsége, lakosa. Emellett a diákok a szakuknak megfelelően az Európai Uniós médiaszabályozásról szóló szemináriumon is részt vehettek. Ugyanakkor városnéző körút is várta a látogatócsoportot, a brüsszeli múzeumoktól a csokiboltokon át a legismertebb sörfőzdékig mindent megmutattak nekik. A fiataloknak azonban a legnagyobb élmény az Európai Parlament épülete. Brüsszel utcáin ugyanis turistaként is sétálhatnak, európai parlamenti szemináriumon viszont csak így vehetnek részt. Tanulságosnak tartom és hasznosnak ezeket a kirándulásokat, mivel az ifjabb diákok, úgy a mesterisek is egy részletesebb rálátást, egy úgymond beavatást kapnak az Európai Parlamentbe, és jobban meg tudják figyelni, hogy hogy működnek a dolgok, hogyha tényleg jelen vannak, és látják, hogy mi történik ott. Fontosnak találom azt, hogy a fiatalok, az egyetemisták betekintést nyerjenek azokba az intézményekbe, amik vezetik lényegében egész Európát, azokat az országokat, ahonnan ezek a hallgatók jönnek, és ne csak azt lássák, amit a tévében, meg rádióban, meg a sajtóban olvashatnak, láthatnak, hanem valamilyen szinten részt vegyenek ebben az egész dologban. Ez egy rendkívül jó alkalom volt, hogy eljöhessünk, megnézhessük azt, hogy európai, nagy regionális szinten hogy működnek a dolgok valamelyest. Az, hogy találkozhattunk a képviselő úrral, illetve az irodájának alkalmazottaival, még inkább betekintést mutatott nekünk abban, hogy körülbelül hogy kell elképzelni az itt folyó munkát, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. És jó volt szerintem látni azt, hogy körülbelül milyen szinten vannak itt a dolgok, most nyilván csak így fizikailag, gyakorlatban. A látogatás során kollégáim betekintést nyerhettek Winkler Gyula RMDSZ-es EP képviselő egy brüsszeli munkanapjába is. Röpke fél nap alatt számos dolgot kell elintéznie egy uniós politikusnak. Több tucatnyi ügyben kell egyeztessen, számos emberrel kell találkoznia. Mindezt annak tudatában, hogy munkájának nem lesz azonnali kézzel fogható látszata.
Egy gyors aláírás, készfogás a képviselőtársakkal, rövid egyeztetés, és kezdődhet a frakcióülés. Egy óra múlva már más helyszínen. Megnyitó beszéd a moldvai rajonok képviseleti irodájánál, vissza a parlamentbe, találkozás az erdélyi magyar fiatalokból álló látogatócsoporttal, irodai munka és újabb ülések. Mindezt röpke fél nap alatt. Rövid betekintést nyerhettünk abba, hogy hogyan zajlik egy európai parlamenti képviselő brüsszeli munkanapja. Winkler Gyula EP képviselői irodájában ülünk itt a brüsszeli parlamentben. Ez az a hely, ahol a képviselők felkészülnek a különböző ülésekre, bizottsági ülésekre, akár frakcióülésekre, plénumra. Mind dolgozik éppen most képviselő? Soha nincs egyetlen téma, úgyhogy most is egy otthoni, meg egy itteni témán dolgozok. Az otthoni téma az a Magyar Szórvány napjával kapcsolatos, egy olyan rendezvény, amelyen nekem is szerepem lesz, illetve egy beszámolót kell tartsak, és ezt készítem elő. Az itteni téma pedig a Moldvai Köztársaságnak a bor importjának a liberalizálása az Európai Unió felé. Látszólag csak kereskedelmi téma, egy nagyon mélyen politikai téma, hiszen a vilniuszi keleti partnerség csúcsára, csúcstalálkozójára készülünk, amely a hónap végén lesz, és amely alkalommal úgy kereskedelmi, mint politikai egyezményeknek a véglegesítésére kerül sor. Nagyon fontos a keleti partnerség, mondanom sem kell, az Európai Unió számára, de hát kiemelten fontos Románia, Magyarország és a többi keleti határ uniós ország számára, hiszen a mi szomszédainkról van szó, tehát az, hogy stabilitás legyen a keleti partnerek országokban, az, hogy politikai úton jól haladjanak, és hogy gazdasági szempontból tudjunk kapcsolatokat kiépíteni, illetve minél nagyobb mértékben kibővíteni, ezek mind fontos dolgok számunkra. Tehát most éppen ez a két témám van. De rendszerint azt mondhatom, hogy mindig vannak otthoni témák, erdélyi témák, és vannak itt szakmai vagy politikai kérdések a parlamentben, amivel foglalkozni kell. Néhány hónap van már csak hátra a következő választásokig. Mire elég ez a néhány hónap? Mik azok a témák, amikkel akár a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagjaként, akár mint kisebbségi politikusként a következő periódusban foglalkozni fognak? A következő két hónap nagyon fontos. Úgy vélem, és a tapasztalat azt mondja nekem, hogy már február-március hónapokban valószínűleg az utolsó kérdések, az utolsó szálak elvárásán fog dolgozni a parlament. Ami az idéni két hátra maradó két hónapot illeti, november és december, a 7 éves költségvetésnek a véglegesítése a legfontosabb kérdés. 2014 költségvetését, illetve a 2014-től 2020-ig terjedő 7 éves költségvetési keretet kell véglegesíteni. Ebben a tárgyalásban már hónapok óta kulcskérdések dőlnek el Románia, Magyarország, Erdély számára, hiszen a következő 7 évben lehívható és felhasználható pénzösszegekről van szó. Életbe lép január 1-től az új közös agrárpolitika, életbe lép az új kohéziós politika, és lesz egy új 7 éves költségvetés. Tehát tulajdonképpen a következő évtized, vagy az évtized hátra maradó éveinek a gazdasági, a fejlesztési, a modernizációs lehetőségeit határozza most el a parlament, és hát véres, késre menő viták vannak minden költségvetési tétel, minden program kapcsán, hiszen itt 100 milliókról vitáznak ugye a képviselők, és persze, hogy az Európai Tanácsban az állam és kormányfők által megállapított egyességek, azok megmaradnak, vagy módosulnak, ami a kisebbségi kérdéseket illeti, és ilyen szempontból is lesz két fontos fejlemény, az egyik a parlamenti, a másik pedig az általános kisebbségi munkánkat illeti. Köztudott, hogy az Európai Bizottság elutasította a polgári kezdeményezést, és fellebbezés készül ez ellen, tehát a luxemburgi bírósághoz fogunk fordulni. Most vagyunk azokban a napokban, amikor a végleges döntés megszületik, ez nem egy parlamentben megszületett döntés, hanem ez a hét kezdeményező személy, illetve általuk a hét közösségnek a hatásköre, de minden jel arra mutat, hogy fellebezni fogunk, folytatjuk ezt a folyamatot, és valamilyen módon én abban is bízok, hogy nem zárult le szeptember 16-án ez a kérdés a bizottsági elutasítással, hanem következményei lesznek még a következő időben. Ami a
parlamenti munkát illeti, az Európai Parlamentben ugye szakbizottság nem foglalkozik kisebbségekkel, mert nem ismeri el az Európai Uniós intézményrendszer az, hogy a kisebbségek uniós kérdés, a tagállamok hatáskörébe utalja ezt. Viszont létezik egy úgynevezett frakcióközi csoport, egy intergroup, amely a kisebbségekkel foglalkozik. Az intergroup tagjai már júniusban elkezdtek dolgozni, és én is közöttük, meg Sógor Csaba, az LMDSZP képviselői. Azon dolgoztunk, hogy megfogalmaztunk egy olyan határozattervezetet, amelyet előterjesztünk a parlament plénumának. Ez a határozattervezet a kisebbségi közösségek jogaival és a kisebbségvédelemmel foglalkozik, olyan megközelítésben, hogy azokat a jogokat, azokat a kérdéseket tartalmazza, amelyek nyilvánvalóan uniós kompetencia körbe tartoznak, például a soknyelvűség, az anyanyelv használat, a kultúrához való jog, a diszkrimináció ellen való fellépés és a pozitív diszkriminációhoz való jog a kisebbségek esetében. Tehát megpróbáltak a képviselők, és megpróbáltunk egy olyan határozatot megfogalmazni, amely legyen nehezen támadható, vagy legyen támadhatatlan a tartalom szempontjából. Kíváncsi vagyok, ez nem egy első, ez egy második próbálkozás, amióta itt dolgozom az Európai Parlamentben. 2008-ban is volt egy hasonló próbálkozás. Volt vita akkor az Európai Parlament plénumában, viszont határozat nem született, mert az Európai Parlament bűrója, amely illetékes meghozni ezeket a döntéseket, elutasította a határozat előterjesztését a plénumban. Ön hogy látja, mennyire sikerült megismertetni az erdélyi magyar kisebbség helyzetét a többségi képviselőkkel? Az elmúlt 5 évben történt egy nagyon fontos változás. Addig, amíg 5-6 esztendővel ezelőtt a politikusoknak a többsége körülbelül ilyen turisztikai Dracula szinten ismerte Erdélyt, addig ma már merem azt állítani, hogy az itteni 5-6 esztendős munkánk eredményeképpen a nagy többségben talán mondhatom azt nyugodtan, hogy mindenki tudja azt, hogy Romániában, a 20 millió lakosú Romániában létezik egy olyan kisebbség, amely 1,5 milliós durván a lakosságnak a jelentős százalékát teszi ki, 5-6 százalékot tesz ki. Ez a kisebbség egy adott területen lelhető fel ezt a területet, úgy hívják, hogy Erdély. Erdély egy európai régió, és ennek a kisebbségnek vannak sajátos kérdései. Én merem állítani, hogy ma már ez a helyzet az Európai Parlamentben. Nyilván, hogy sok más szempontból meg lehet ítélni azt, hogy munkánk mennyire volt sikeres. Vannak olyan képviselők, akik 20 éve ismerik Romániát, akik odajártak Romániába, az egész demokratizálódási folyamatot szemmel követték. Ők már tudtak rólunk. Viszont az, hogy van egy általános információ, amit egyéni szintre lebontható, az talán a mi munkánknak az eredménye. EP képviselőink azonban nem egyedül kell boldoguljanak Brüsszelben, ez egyébként lehetetlen is. Mindenkinek asszisztensei, irodavezetői is vannak, akik láthatatlan háttéremberekként segítik az ő munkájukat. Ez természetesen azt is jelenti, hogy Brüsszelben tucatnyi erdélyi magyar dolgozik, akik rendszeresen találkoznak is egymással. Velük beszélgettek kollégáim. Az Európai Parlament látogatóinak talán furcsának tűnhet, hogy a középkorú képviselők mellett a folyósókat 20-as éveikben járó fiatalok népesítik be. A legtöbb esetben ők is rohannak valahová, plenáris ülésre, frakcióülésre vagy a parlamentbe látogató csoportok elé. A több mint 700 képviselő munkáját segítő közel 4000 személy közül 1416-an dolgoznak Brüsszelben és Strasbourgban. Köztük számos erdélyi magyar is. Bálint Margit például Winkler Gyula mellett dolgozik, de munkakapcsolatuk még Winkler minisztersége alatt elkezdődött. Több mint 5 éve dolgozom az Európai Parlamentben. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő munkáját segítem, de ez a szakmai együttműködés régebbre nyúlik vissza, ugyanis a parlamenti munkámat megelőzően a gazdasági minisztériumban dolgoztam az ő kabinetjében. Akkor ő külkereskedelemért felelős miniszter volt. De a 2007 végén sorra kerülő európai parlamenti választásokat követően, lévén, hogy Winkler Gyula képviselői mandátumot szerzett, így követtem őt Brüsszelbe, és az Európai Parlamentben folytattam a munkámat. Kovács Richárd, Sógor Csaba asszisztense szintén több mint 6 éve dolgozik Brüsszelben. 2007. január
vége februártól kezdtem el dolgozni az Európai Parlamentben, 2007. januárja ugyebár Románia csatlakozása az Európai Unióhoz, és ekkortól kezdtem dolgozni az Európai Parlamentben. Az egész úgy kezdődött, hogy 2006-ban megpályáztam egy Schumann alapítványnak egy képzését, amely Európai Uniós intézményekben való munkálkodás, intézményekkel való dolgozás és kollaborálásról szólt. Ez egy 3-4 hónapos képzés volt, melynek a legnagyobb részét az Budapesten, a Schumann Alapítvány székházában tartották, és ezután volt egy gyakorlati része Brüsszelben és Strasbourgban, lényegében gyakornokként az akkori európai parlamenti képviselőknél az akkori 25 tagállamból, tehát akkor Románia és Bulgária még nem volt tagállam. És ekkor találkoztam először az Európai Parlamenttel, mint intézmény, és ekkor láttam az Európai Parlamentben való munkálkodást. Azelőtt megfordultam már Brüsszelben többször is a tanácsnál, mert Romániának megfigyelő státusa volt 2005 óta, és az előző munkámhoz kapcsolatosan látogattuk a tanácsot, tehát Brüsszellel, mint városra, mint az Európai Uniós központjával már találkoztam. És a parlament az egy újdonság volt számomra. Nem mondhatnám azt, hogy első látásra megtetszett. Eléggé kaotikusnak tűnik a parlament így első látogatása, de azután, amit az ember ráfigyel arra, hogy hogyan működik a rendszer, hogyan jön létre az Európai Uniós törvényhozás, hogyan működik együtt a három intézmény, ezután meg lehet szeretni. És 2007 óta, hát ez lassan most már 6-7 év, amióta Brüsszelben dolgozom. Elmondása szerint, amikor elkezdték, még nem tudták, mire vállalkoznak. 2007-ben mi úgy neveztük akkor, hogy egy gyors vonatra szálltunk fel, így mozgás közben. Akkor a 2004-2009-es európai parlamenti mandátumnak volt a második fele, és erre a gyors vonatra szálltunk fel menet közben. Nem volt könnyű. Be kell vallani azt, hogy nem volt könnyű, de szerencsére voltak olyan kollégák, más asszisztens kollégák, néppárti és nem néppárti kollégák, illetve parlamenti képviselők, frakcionál dolgozó munkatársak, akik segítettek ebben a munkában, a beilleszkedésben, és lassanként, mint jó tanuló, és mint kisiskolás, így lassanként lépésről lépésre megtanultuk, hogy hogyan működik az intézmény, hogyan kell módosítójavaslatokat megírni, hogyan kell plenárisra jelentkezni. Tehát vannak ilyen kis belső trükkök, nehézségek, amiket így meg kell tanulni, és amitán ezeket az ember elsajátítja, azután egy teljesen más világ nyílik meg előtte. A Winkler kabinetben 3, a Sógor Csaba Brüsszel irodájában 2 asszisztens dolgozik. Tevékenységük a titkári feladatoktól a politikai tanácsadásig terjed. Legtöbbjüknek ugyanis rendkívül sokrétű feladatokat kell ellátnia. Egy személyben kell legyen a képviselő személyi titkára, sajtósa, tanácsadója és szükség esetén vendégeinek idegenvezetője. Az asszisztensek feladata nagyon színes, talán a legátfogóbb feladatkör, ami létezik az Európai Parlamentben, ugyanis a mi munkánk nem specifikus, hanem horizontális. Tehát kezdve a titkársági, adminisztratív, szervezési munkától, egészen a szakmai tanácsadásig, vagy akár módosító javaslatok megszövegezéséig, bármi lehet. Ehhez kapcsolódik még az otthoni erdélyi magyarokkal, állampolgárokkal való kapcsolattartás, ami a sajtóképviselővel való kapcsolattartást illeti, a különböző gazdasági eseményeken való részvétel. Nem csak a képviselők irodájában, hanem az egyes frakcióknál is dolgoznak erdélyi magyarok. Már több mint 2 éve dolgozom az Európai Parlamentben. Az Európai Néppártnak a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsághoz kirendelt néppárti titkárságon. A feladatkör nagyon változik, hétről hétre változik. Alakul a parlament programjához. Vannak bizottsági heteink, plenáris heteink, frakcióheteink, és a munka mennyiség, illetve az elvégzett munka ehhez a programhoz alkalmazkodik. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban
10 teljes tagja van a néppártnak, illetve 10 helyettesítő, és mi ezen 20 tag munkáját koordináljuk a bizottságon belül. Biztosítjuk azt, hogy a néppárt politikai víziója tükröződik az összes tag munkájában. Az asszisztensek mellett gyakornokok is vannak az EP képviselők mellett. Doki Emese például 3 hete van Brüsszelben. A Magyar Ifjúsági Értekezlet által meghirdetett gyakornoki programra jelentkeztem. Ezt nyáron hirdették meg, egy pályázati csomagot kellett beküldeni, amely tartalmazott egy motivációs levelet, ajánlólevelet, önéletrajzot, nyelvtudást igazoló dokumentumot, és ők döntötték el a beküldött pályázatok alapján, hogy kit fognak kiküldeni. 5 periódusra, 5 gyakornokot. Én pontosan 3 hete vagyok itt, és még 2 maradok. Számomra ez egy nagyon nagy lehetőségnek tűnt, hogy én eljuthassak egy ekkora intézménybe, mint az Európai Parlament. Érdekelt ez a sokszínűség, ez a nyüzsgés, ami itt van. Szerintem nagyon sok szakmai tapasztalatot lehet itt szerezni, és hát nem utolsó sorban ezt majd az önéletrajzba beírni. Az asszisztenseket munkájuk szinte teljesen Brüsszelhez köti. Nem csak szülőföldjüktől szakadnak el, hanem szeretteiktől, barátaiktól is. Brüsszel új város volt, és az intézmény új intézmény volt. Azonban Brüsszel Európa fővárosa, tehát voltak meglepetések, de voltak hasonlóságok is, amit nem volt nehéz megszokni, de ami nagyon érdekes volt ez a pörgés, meg a nemzetközi környezet, mindenki más nyelven beszél, mindenki rohan valahová, mindenkinek van egy célja. Az intézmény pedig az más volt, mint a kormányzati szféra, ugyanis itt a jogalkotási procedúra talán egy kicsit hosszadalmasabb és sokkal részletesebb, úgyhogy időt igényelt az, hogy ebben a labirintusban el tudjak igazodni. A labirintus, gondolok arra, hogy maga a parlamenti épület komplexum mennyire komplikált, és az EU-s döntéshozatali folyamat pedig szintén egy olyan procedúra, amely időt igényel arra, hogy az ember lényegében meg tudja érteni ezeknek a lépéseit. További pozitívum, hogy nincsenek egyedül Brüsszelben, ugyanis több erdélyi magyar dolgozik itt. Az Európai Parlamentben ezek a találkozók rendszeresek, hiszen nagyon sok dosszié van, amin együtt dolgozunk, tehát mondhatnám azt, hogy akár hetente vagy 2 naponta találkozunk, informális módon úgymond, akár havonta összeülünk. A munka mellett közös szabadidős tevékenységeket is szerveznek a Brüsszelben élő magyarok. Erdélyi magyarokkal, nem csak erdélyi magyarokkal, hanem magyarokkal általában, felvidéki magyarok is dolgoznak az Európai Parlamentben. És nem csak magyarokkal, hanem más nemzetiségi kollégákkal, asszisztensekkel, és nem csak asszisztensekkel össze szoktunk járni, szabadidőt együtt szoktuk tölteni. Brüsszel az egyik legkozmopolitább, az egyik legvegyesebb város, és ez nem csak azért, mert maga Belgium egy föderális állam, 3 nemzet él együtt, hanem itt van az összes tagállam képviselete, itt van az összes tagállam képviselője, a vele együtt dolgozó parlamenti munkatársak, Európai Bizottságban dolgozók, Európai Tanácsban dolgozó munkatársak, és ezen kívül a lobby, a média, aki dolgozik, tehát mondják is azt, hogy Washington után a nyugati államokban Brüsszel a legnagyobb és a legkozmopolitább város, nagyon könnyen lehet szerezni új barátokat, mindenki ismerkedni szeretne, ugyanis mindenki az életének egy fázisában úgy kerül, úgy csöppen be Brüsszelbe, hogy nem ismer senkit. És akkor így nagyon könnyű ismerkedni, hogy mindenki készen áll az ismerkedésre. A networkolás, az ismerkedés, ez Brüsszelben az egyik legalapvetőbb szabadidős tevékenység, és azt az emberek szívesen űzik. Így lehet barátokra szerteni, és így lehet hétvégi vagy munkaidő utáni programokat megszerezni. Magyar közösség részéről működik a Magyar Kulturális Intézet, illetve a Magyar Ház, a Kulturális Intézetben különböző tárlatok, tevékenységek, koncertek, filmvetítés, szabadidős tevékenységek, színház, amatőr színjátszás. Alkalmam volt erdélyi magyarként olyan magyar
színészeket, vagy olyan magyar előadásokat megnéz Brüsszelben, amire nem számítottam volna Erdélyben, hogy, meg, hogy megtekinthetem őket. Emlékszem arra, hogy például a 100 tagú cigánzenekart én itt láttam először Brüsszelben, tehát eléggé aktív kulturális élete van a városnak. Ez volt a mai Metszet. Az Európai Unióra, illetve annak szerepére a későbbiekben még visszatérünk. Annál is inkább, mert 2014 tavaszán európai parlamenti választások lesznek. Én mára megköszönöm figyelmüket, jövő héten ismét várom Önöket, annak járunk utána, hogy az elmúlt 20 évben hogyan alakult az erdélyi magyarokat is érintő törvényhozás, melyek a legnagyobb eredmények, illetve hiányosságok. Nézzék vissza adásainkat a www.erdély.tv honlapon, vagy kövessenek a Facebookon. Viszontlátásra!